Négy évenként kerül minden gyülekezetre, most éppenséggel Kerkafalva volt a szervezője ennek, az a református társegyházközség Kerkafalván. Ehhez tartozik több kis település, Lenti, aztán Csesztreg, aztán Alsó-Szenterzsébet, aztán vendégül láttuk és hívtuk vendégül a bajánsenyei asszony testvéreinket, a szentgyörgyieket, valamint a Szent Lászlóról érkezőket is. Minden éven különböző távoli ország hölgyeire emlékezünk, illetve az ő fáradtságos, nehéz és sokszor bizony igencsak hát sok-sok emberi érzést igénybe vevő tevékenységüket rabszolgasorból indulva, és a mai ima nap egy Suriname nevezetű országra esett a választás, és ez általában minden évben március első hetében zajlik ez a rendezvény, és ezt úgy szervezzük minden éven, hogy az adott gyülekezet, amelyik készíti, a fő szervező, ő vendégül látja a szomszédos települések asszonytestvéreit, és erre készülünk, szerveződünk. Az adott országnak ételét, süteményét elkészítjük, megpróbáljuk elkészíteni, aztán saját készítésű süteményeink is vannak, aztán italok, gyümölcsök, és akkor nagy örömmel fogadtuk, hogy elfogadták a meghívásunkat, együtt imádkozhattunk, énekelhettük azokért az asszonytestvéreinkért, akik bizony-bizony hát nagyon nehézkes munkával, fáradtságosan szerzik meg mindennapi kenyerünket, ahogy itt az előadásokban, felolvasásokban is hallhattuk, hogy bizony-bizony a munkájukat nyáron munkával, különböző gyümölcsök feldolgozásával, hogy a gyerekeik, akik már elmennek az országuk, vagy a településről a fővárosba, haza tudják majd tanítatni, és ezt összegyűjtik a kis pénzeiket. Sajnos az ország ismertetőben azt is hallhattuk, hogy veszélyben a természet, úgy, ahogy a földünk, itt környezetünkben is, nem óvjuk meg, amit Istentől kaptunk. Azt az érintetlen területet egyre inkább az emberi kapzsiság kiaknázza, kiirtja az őserdőket, elpusztulnak az állatok, nincs nekik élőhelyük, aztán a nyersanyagok bányászása, mi pedig a túlzott fogyasztás és a sok-sok szemetelés, amit hát nekünk Isten az érintetlen földet adta, ahogy a tiszteletes asszony elmondta imádságába, mi pedig nem becsüljük meg. És minden esztendőben próbálunk így egy-egy országra emlékezni, összejönni, és egy kicsit beszélgetve, kicsit a gyülekezet vendégül látja a meghívottakat, és én úgy gondolom, hogy ez az imádság valamilyen módon talán érzésbe eljut a távoli országhoz, és mi pedig még egy kicsikét segítjük őket, majd egy kis anyagi támogatást is küldünk nekik. És nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan eljöttek. És nem gondoltuk volna, amikor elkezdtük szervezni, hogy ez ilyen örömteljes fog lenni, mert úgy látom, hogy minden asszonytestvérünk, aki eljött, mosolyogva, örömmel, és tényleg teljes szívvel jött el ide a Kerkafaldi Református Társegyház közösségbe. Annak ellenére, hogy a mi gyülekezetünk ugye eléggé kicsi, ilyen szórvány gyülekezet, de ilyenkor, mikor összefogtunk, mindenki egyért, az egy célért dolgozott. Az ősenyik egykori szökött afrikai rabszolgák, akik a kontinens belsejében menekültek azért, hogy az ültetvényektől távol szabadon élhessenek. Koroni régióban élek. Amikor az őseim Surinaméval érkeztek, a part közeli ültetvényekre vitték őket mezőgazdasági munkát végezni. Később kereskedni kezdtek, és vegyesboltokat vagy éttermeket nyitottak. Kreolnak vallom magam. Édesapám európai, édesanyám afrikai származású. Öt gyermekemet teljesen egyedül nevelem. Maniókat termesztésével és feldolgozásával biztosítom családunk megélhetését. Azoknak a farmereknek vagyok a leszármazottja, akik Hollandiából jöttek Surinámba dolgozni. Elődeink közül sokan nem érték túl a trópusi betegségeket, de akik igen, azok Paramaribóban, a fővárosban telepedtek le. Holland gyarmatokról oly sok szerződéses munkásokat hoztak Surinámba.
Nekik kezdetben azon az ügyvezetőnek kellett dolgozniuk, ahova a szerződésünk kötött el őket. Kartini vagyok, és mindig a családommal élek ott, ahol Indonéziából olcsó munkaerőként bevállalt ősen egykorról letelepettek. Családunk elkötelezetten védi a tengeri teknősöket. A természet lát el bennünket krapafákkal, arannyal, bauxittal és a csodálatos tengeri teknősökkel. Mai ima alkalom, ez a női világéma nap keretében volt, Suriname asszonyaiért, ez a Suriname polgáraiért imádkoztunk, és hát ennek során bemutattuk kicsit az országot. A legtöbben nem tudták, hogy hol van, hát nem egy annyira ismert ország, de kicsit bemutattuk az országot, a kultúrájukat, a népességet, gyönyörű földrajzuk van, az ország 90%-a a trópusi őserdőkből áll, egy kicsit a gondjaikat is, hiszen nekik is nagyon sok gondjuk van, és imádkoztunk értük, hogy ezekből sikerüljön kilábalni. A legfontosabb, tehát a központi témájának az ima alkalomnak tulajdonképpen a teremtett világ és a teremtett világ megóvása volt. Az ige hirdetés a Genezis 1-ből, tehát a teremtés történetről szólt, hogy Isten ránk bízta a világot. És ugyanaz van a Bibliában, azt írták, hogy uralkodjatok. Tehát az uralkodás az azt jelenti, mint hogy egy bölcs uralkodónak gondját viselni a rájuk bízottakon. És hát azért körbenézünk, nem annyira jól viseljük gondját a földünknek. És tulajdonképpen a szurinamai asszonytestvérek arra próbálták felhívni a figyelmünket, hogy mi kicsiben is tudunk tenni azért, hogy jobb legyen, és hogy még a következő generációnak is legyen helye, legyen földje, ahol élhet. A környezetvédelem azért nem teljesen a mi vállunkon van, de apró dolgokban mi is tudunk. Hát nagyon fontos a szemétnek a szelektálása, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az ivóvízre, hogy ne pazaroljuk a vizet. Ugye itt nagyon sokan gazdálkodnak. Hát a gazdálkodás is hagy némi kívánivalót maga után, rengeteg műtrágyát, vegyszereket használunk, hogy ezekből is lejjebb lehetne venni. Én egy picit talán azt hiányoltam, hogy egy kicsit így apró pénzre válthattuk volna, hogy itt ezek az asszonyok, akik a kis kertjükben kertészkednek, és szeretnének minél szebb zöldségeket termelni, ők hogyan tudnak a környezetért tenni. Piciben mi is azt gondolom, hogy sokat tudunk tenni, és minden csepp fontos. Tulajdonképpen a liturgiát azt készen kaptuk, és minden évben az ország bemutatásánál az ország, aki ezt a liturgiát megírja, asszonyok által mutatkozik be. És nyilván, ha ezt a lelkész felolvassa, az is jó. De az asszonyok olvassák fel, színesebb, jobb, én úgy gondolom, hogy jobban érthető, és inkább az övék. Tehát, hogy ezért volt az, hogy több asszony olvasott fel ilyen bemutatkozást, meg ezért volt, hogy több asszony imádkozott az ottani ország, és hát a mi országunkért is, hiszen a környezetszennyezés nálunk is nagy probléma. Az asszonyok már jól ismerik egymást a különböző gyülekezetekből, és igazából ilyenkor van lehetőségük találkozni. És akkor ilyenkor összejönnek, eszegetnek, elkérik egymástól a recepteket. Én azt gondolom, hogy az asszonyoknak erre van szükségük. Köszönöm szépen a tiszteletes asszonyoknak, hogy az oroszlán részét vállalták ennek a rendezvénynek most is, mint ahogy korábban is, hiszen ők állították össze igazából ezt az anyagot, illetve ők szerkesztették és tették otthonossá számunkra. Yeah.